Williams Televízió. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának február 19-ei adását látják. Nézzük röviden a tartalmat. Városgondok, változások lesznek a hulladékgazdálkodási szolgáltatásban. Kiállítás, adásunkkal egy időben nyílik meg a perifériár tárlata a kiállítóteremben. Értéktár, számos javaslat érkezett a lakosságtól az Értéktárbizottsághoz. Egyházi esemény. Vecsésen rendezik meg a 12. Váci Egyházmegyei találkozót. Névjegy. Igent mondott felkérésünkre Lajos Istvánné anyakönyvvezető. Sport. Világviszonylatban is sikeres évet zártak a vecsési fogadhajtók. Karate. 7 arany és 7 ezüstérmet szereztek tavaly a vecsési karatésok. Multidéző. 2007-ben rendezték meg Vecsésen a sakkozók 4. találkozóját. Február 20-án immáron 3. alkalommal rendezik meg Vecsésen a Böllér versenyt. A rendezvény helyszíne a főút mellett az Epres lesz. A Böllér versenyen a disznótorosok készítése mellett számos program várja az érdeklődőket. Lesz állatsimogató, pónilovaglás, savanyúság kiállítás és vásár, valamint fellép többek között a Rozmerány tánccsoport és a Labdarózsa népdalkör is. A Böllér verseny zsűriének elnöke Jegenyei István lesz. Február 27-én rendezik meg Vecsésen a 12. városi borversenyt. A Vecsési Borbarátok Egyesülete szeretettel meghív minden kedves bortermelőt és kóstolni, bírálni vágyó érdeklődőt a Grassalkovics Antal általános iskola aulájában 16 órakor kezdődő programra. A délután folyamán a borok bírálata mellett fellép majd a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület koncertfúvós zenekara is. Március 1-től drágább lesz a Városgondok Kft. Úgynevezett sárga zsákja, és tavasszal változások várhatók a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban. A lakosok a továbbiakban majd az állami holdingtól kapják meg a számláikat. Hát április 1-től teljesen átalakul országos szinten a hulladékgazdálkodás, bizonyára többen is már a híreket olvasva értesültek arról, hogy létrehoznak egy állami holdingot, és ez a holding lesz arra hivatott, hogy koordinálja a hulladékszállítási, hulladékbegyűjtési tevékenységet országos szinten. Ez minket annyiba fog érinteni, hogy április 1-től nem mi leszünk jogosultak számlázni a lakosság felé, hanem az állami holding fogja a számlát kiállítani. Habár van még egy kis faramúci helyzet ebben, hogy nem sikerült még az informatikai hátteret úgy kialakítani a holdingnak, hogy valóban erre képes legyen, tehát átmenetileg fizikailag a számlát mi fogjuk kiállítani, csak az ellenértéke nem hozzánk fog befolyni, hanem az állami holdingnak a számlájára, és utána ők fogják nekünk visszaosztani azt a pénzt, azt a forrást, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy ezt a tevékenységet továbbra is el tudjuk végezni. Hogyha valaki nem fizeti be a számlát, akkor kitől érkezik majd a felszólítás? Az állami holding fogja ezt kezelni, tehát azért is érdekes ez a szituáció, mert az ügyfélszolgálatunkat azt meg kell tartani, és meg is tartjuk, és örülünk is neki, hogy azért van közvetlen kapcsolat a lakossággal, de az az érdekes szituáció fog kialakulni, hogyha valaki számlaügybe jön be hozzánk reklamálni, akkor valószínűleg nem fogunk tudni neki teljes körű felvilágosítást adni, mert a mai napig nincs információnk arról még, hogy egyáltalán milyen mértékben fogunk tudni mi beletekinteni a számlázásba, a hátralékokba. Hivatalosan a hátralékokat is az állami holding fogja kezelni, tehát ő fogja a NAV-nak átadni a hátralékokat, tehát adómódjára lesznek azok is behajtva. Azt tudja-e már, hogy hány százalékot kap, vagy mi alapján kap majd vissza a holdingtól a számlabefizetések összegéből? Február végén lesz egy egyeztetés a köztisztasági egyesülés, a holding, a minisztérium és a közszolgáltatók között.
Most február 16-a van még jelen pillanatban, csak annyi információm van, ami a sajtóban is megjelent. Erre az egyeztetésre mindenképpen el fogok menni, és ott fognak tájékoztatást adni nekünk arról, hogy mi lesz az elszámolásnak az alapja. Én csak találgatni tudok, hogy esetleg lakosság szerint fognak egy fix összeget visszaadni, vagy a lerakott hulladéknak a mennyisége után fogok visszakapni. Nem tudom ezt most még megmondani, bízom benne, hogy a február végén ezen a összejövetelen pontos információt fognak részünkre átadni. Milyen bevételi forrásai maradnak a Városgondoknak, illetve majd várhatóan ez a visszakapott összeg bizonyos százaléka, ez mennyire lesz majd egálban az önök kiadásaival? Teljesen el kell különítenünk a könyvelésben is a hulladékszállítási tevékenységet és egyéb más tevékenységünket. Köztudott, hogy a Városgondok Kft.-nek egyéb más építőipari zöld terület karbantartási, takarítási tevékenysége is van, ezeket a bevételeket teljesen külön kell majd kezelnünk. Nem tudom megmondani azt, hogy a holdingtól a részünkre átadott forrás az pontosan fedezni fogja a költséget, tehát nekünk nagyon precízen pontosan kell kimutatnunk majd azokat a költségeket, amik effektíve a hulladékszállításnál keletkeznek, hogy legalább nullára ki tudjuk hozni ezt a tevékenységünket. A lakosságot mi mindenben érinti mindez, leszámítva azt, hogy más szerepel majd a számla feladójánál? Egyelőre a hivatalos verzió az, hogy a lakosságnak nem lesz áremelkedés, de hát erről sincsen további információm. Ez is majd ki fog derülni az elkövetkezendő időszakban, tehát a rezsicsökkentésnek a vívmányai meg fognak maradni. Viszont vannak az országban olyan cégek, akik tulajdonképpen ellehetetlenültek, és nem tudják ezt a tevékenységet elvégezni, és országos szinten ezt nullára szeretnék kihozni. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a holding fogja koordinálni, ahol esetleg egy kis többlet keletkezett, az most bemegy a holdingba, és majd ki fogják segíteni azokat a cégeket, akik viszont képtelenek működni, különböző okok miatt kifolyólag. Azért más területen lesz áremelés, ez pedig önök eszközölik, itt a sárgazsákokra gondolok elsősorban, amelynek az ára az eddigi 500-ról 600 forintra emelkedik. Mikortól? Március 1-től tervezzük ezt az áremelkedést. Ez is ennek az egész folyamatnak az eredménye, tehát nem tudjuk mi finanszírozni azt a veszteséget, ami a sárgazsákokkal keletkezik. Tehát itt tudni kell, hogy nem csak sárgazsák gyártási költség van, hanem itt van szállítási, rezsiköltség, lerakási díj, tehát hogyha kiszámoljuk, hogy nekünk mennyibe kerül egy sárga zsáknak az elszállítása azzal a hulladékmennyiséggel, amit a lakos beletesz, akkor pont ennyire fog kijönni, tehát 600 forintra. Viszont ez egy változás lesz, hogy innentől kezdve, hogyha kifizeti valaki ennek a zsáknak a költségét, tehát amit itt felsoroltam, az összes költségét, akkor kitehet többet is a kukája mellé, tehát az eddig gyakorlat az volt, hogy csak egyet tehet ki, ezután, ha megveszi 600 forintért a zsákot, akkor annyit tesz ki, amennyit akar. De továbbra is csak kommunális hulladékot tartalmazhat? Ez így van, tehát a sárga zsák az továbbra is csak a kommunális hulladékra van. A többi zsákot érinti majd az áremelkedés? Egyelőre nem érinti az áremelkedés, habár itt is nagyon nehéz a helyzetünk, mert a zöld hulladéknak a lerakási díja ebbe az évbe nagyon megemelkedett a lerakóba. Addig, amíg tudjuk tartani ezt a színvonalat, addig nem fogjuk emelni a zöld hulladékos zsákoknak az árát. Szelektív zsákok azok meg természetesen ugyanúgy, mint eddig is csereként ingyen mennek a lakosság részére, tehát amennyi szelektív hulladékos zsákot tesz ki a lakos, annyit kap cserébe. Viszont ha már a fáknál, gajaknál, zöldnövényzetnél tartunk, úgy tudom, hogy új szolgáltatással is bővül majd a Városgondok Kft. Repertoárja. Igen, a tavalyi évben a pályázati úton sikerült egy nagy teljesítményű ágaprítót nyerni a cégünknek, tehát ezt a tevékenységet szeretnénk kibővíteni, és a lakosság részére elérhetővé tenni. Tehát, hogyha olyan zöld hulladék ágak keletkeznek, amivel ő nem tud mit kezdeni,
megmarad ez az egyszeri ágbegyűjtési akció, ami minden évben is szokott lenni a városba, de az a tapasztalat, hogy évközben is termelődnek ilyen hulladékok, ezeket majd egy bizonyos díj fejében a lakossal egyeztetve el fogunk tudni menni akár a helyszínre, ott ledaráljuk, vagy begyűjtjük, és mi ledaráljuk ezt a zöld hulladékot. Fakivágás is lesz, ha jól tudom. Igen, szeretnénk minél jobban fejleszteni a kertészeti munkálatainkat. Most a tavaszi időszakban már bizonyára sokan tapasztalták azt, hogy felállítottunk egy brigádot, akik végigjárták a várost, mert az új autóink, amik ugyancsak pályázati úton érkeztek, azért 40 millió forintba kerülnek, és a közterületen lévő fák nagy része belelóg az űrszelvénybe, és összekaristolja az új autókat. Ezért a vagyongazdálkodási osztállyal közösen megállapodtunk abba, hogy ezeket a fákat mi visszavágjuk, tehát a belógó ágakat levágjuk, és a későbbiekben is még, hogyha ilyen tevékenység adódik a városba, szeretnénk mi elvégezni, és még a kertészeti munkálatokra gépek beszerzése van tervbevéve, de erről majd később fogjuk tájékoztatni a lakosságot. Adásunkkal egy időben nyílik meg a Perifériai Árt Képzőművészeti Stúdió tárlata a Vecsési Kiállítóteremben. A kiállítást Görög Béla művészeti vezető ajánlja figyelmükbe. Perifériai Árt Képzőművészeti Stúdió 1997-ben alakult, helyi művészek alkotók részvételével. Akkor, ha jól emlékszem, olyan 8-10 voltunk. Most a létszám olyan 10 és 15 közé tehető, tehát nem nagyon alakult a létszám az évek során, de nem is baj, mert alapjában véve itt nem a létszám volt a lényeg, hanem az, hogy egyre jobb anyagok és egyre jobb művek jöjjenek létre, és úgy érzem, hogy most már kinőtte magát ilyen szempontból a stúdió. A kérdésre válaszolva, hogy milyen művek szerepelnek, általában realista művek szerepelnek, de lehet egy kicsit azt is mondani, éppen a hátam mögött van egy kicsit avantgárd stílusban elkövetett mű is, amelyek alapjában véve vegyessé teszik magát a kiállítást és magát az alkotóknak a mibelétét. Milyen típusú művészeti ágakkal foglalkozik a Perifériárt? A technikai ágak is változók, általában azért az olajfestészet, vagy egy kicsit úgy lehet mondani, hogy a keményebb festészet, technikailag keményebb festészet a mérvadó, de azon kívül megtalálható az akvarell, grafika, tehát lényegében azt lehet mondani, hogy minden ága, és ilyen szempontból, ahogy látható is a hátam mögött, egy kicsit el lehet menni az úgynevezett puhább technika felé is, és így kialakul egy olyan vegyes, úgymond művészeti technika, amely ezen a kiállításon is látható. Most a Perifériárt minden tagjának a munkája látható lesz ezen a kiállításon? Nem, két-három tagunk most nem fog szerepelni a kiállításon, különböző okok miatt ezt most nem taglalnám, de általában azért minden, ez a 10-15 fő általában mindig kiállít itt az évek során, és ha lehet mondani azt most már, ugye azt mondtam előbb, hogy 1997 óta kiállítunk, tehát most már nagykorúvá vált, sőt, már egy évvel el is múlt a nagykorúságból ez a stúdió. És azért azt lehet mondani, hogy a 18-19 év alatt nagyon sok helyen, nem csak Vecsésen, hanem az ország más területein is, sőt, külföldön is ki tudtunk állítani egy alkalommal. Vannak-e úgymond új felfedezetjeik? Felfedezettek mindig vannak, de ahogy előbb mondtam, azért ez a létszám általában 8-10 év alatt nem nagyon változik. Ha így a korra kérdez rá, akkor lehet azt mondani, hogy a 20 éves kortól egészen a 80 éves korig magába foglalja a stúdió lényegében az alkotókat, és itt abból is lehet látni, hogy ezek a korosztályok, lehet mondani azt, hogy egy kicsit változnak is, tehát úgymond úgy változnak, hogy a technikájuk, a felfogásuk azzal, amivel szeretnének bemutatkozni, az is változik.
A tárlatot Kisnót János, a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója nyitja meg. A tárlat egy héten keresztül tekinthető meg, reggel 8 órától 16 óráig, jobban mondva 4 óráig, így talán érthetőbb. Számos javaslat érkezett már a lakosság részéről a Vecsési Értéktár Bizottsághoz azzal kapcsolatban, hogy mi mindent vegyenek be az értéktárba. A részletekről a bizottság egyik tagját kérdeztük. Hát bizony elég sok minden érkezett, szám szerint 23. Ebből a 23-ból most 8 vagy 10 megy majd a képviselőtestület ülés elé, jóváhagyás véget. Hát ezeket úgy felsorolnám: Vecsésváros makettje, gépipari gyűjtemény, Vecsési rét élővilága, öntött vas gyűjtemény, fal nem épül, ember nélkül rockopera, epres, tehát ahol a búcsú szokott lenni, virágszőnyeg az úrnapi körmenetre, tojásfutás, Erkel Ferenc utcai védett fasor, első, valamint a második világháborús emlékművek, honfoglalási emlékmű, koronás ivókút, Petőfi Sándor mellszobra, Andrássy Gyula általános iskola régi épülete, Vecsési savanyú káposzta, azután most még a városnak a település szerkezete kerül majd beterjesztésre, illetve maga a Szent István tér, ahol állunk, a szobrokkal, emléktáblákkal, emlékművekkel egyetemben. Hogyha mindenre igent mond majd a képviselőtestület, akkor mi lesz ezeknek az értékeknek úgymond a sorsa? Kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak? Igen, ez elég szigorúan rendelkezik a törvény ebből a szempontból, mert minden szigorúan lajstromozni kell, és ugyanúgy, mint a képviselőtestületi üléseknél, itt is jegyzőkönyvet kell vezetni, és határozatot kell hozni, hogy az értéktárbizottság bevegye a helyi értékek sorába. Ezután a képviselőtestület majd, hát gondolom, hogy el fogják fogadni a értéktárbizottság elnökének, Vadászné Marikának a előterjesztését, és majd a képviselőtestület dönt arról, hogy melyek lesznek azok az értékek, amelyeket továbbítanak a megyei értéktárbizottság felé. Most nagyon leegyszerűsítem majd a kérdést, de mi az érdeke Vecsésnek, hogy minél több minden szerepeljen az értékeink között, vagy minél kevesebb? Vagy pedig rögzíteni kell a jelenlegi állapotát, és az kötelessége attól kezdve a városnak fenntartani? Ez az utolsó az igazi, tehát ezeket a dolgokat rögzíteni kell, és majd a városnak lesz a feladata gondoskodni ezeknek az értékeknek a megóvásáról. Az, hogy ezeket az értékeket valóban fenntartja majd az önkormányzat, ezt majd ellenőrzi valaki, vagy ez pedig úgymond egy belső igény, hogy ha már a miénk is megvan, akkor vigyázzunk rá? Én azt hiszem, hogy itt a fenntartása és a megóvása a lényeges, tehát hogyha lajstromozzuk ezeket a dolgokat, tudunk róla, akkor ezekre oda kell figyelni, és elsősorban az állag megóvásra kell gondot fordítani, hogy a következő generáció ne szenvedjen hiányt ezen a téren. Maga az önkormányzat erre a célra kap-e támogatást, ezt én nem tudom megmondani, de azt tudom, hogy a most elfogadásra kerülő költségvetésbe Vecsés önkormányzata erre a célra külön fog valamennyi összeget megszavazni. Legalábbis így beszéltük meg az üléseinken, és hát ez gondolom zöld utat fog nyerni. Az imént felsorolt értékek közül melyek azok, amelyeket úgy érzi, hogy tovább lehet terjeszteni, hogy még magasabb besoroltságúak lehessenek? Mert ugye a Vecsési, a Települési Értéktár Bizottságból javaslat alapján mehetnek tovább a megyei és majd a följebb a további bizottságokba. Én úgy gondolom, hogy ez a gépipari gyűjtemény, öntött vas gyűjtemény és a rockopera, ezek mindenféleképpen megérdemlik azt, hogy felterjesszék a megyei értéktárbizottság felé. Na most ott vannak szakemberek, akiknek az a feladatuk, hogy ezeket a dolgokat, amik beterjesztésre kerülnek, ezeket megvizsgálják, hogy megfelelnek-e azoknak a szempontoknak, amelyeket törvény meghatározott. Ezt a hármat mindenféleképpen el tudnám képzelni, annál is inkább, mert például Veszprém megyében, nem tudom annak a településnek a nevét, mert az elkerülte a figyelmemet, ott egy szonátát írtak a településről, és bekerült a megyei értéktárba. Na most azt is el kell mondani, hogy nem csak tárgyakat lehet beterjeszteni, hanem például személyeket is.
Én eljártam Bálint Ágnes lányainál, és kértem őket, hogy a édesanyjuknak a hagyatékáról majd adjanak be anyagot. Hát türelmet kértek, mert be akarják adni a emlékházat is, és azt a turisztikai vonalra. Hát én az úgy gondolom, hogy Bálint Ágnest külön nem kell bemutatni, hiszen generációk sokasága nőtt fel a mesein, és hát most egy hónappal előbb vagy később kerül beterjesztésre, az nem sokat fog számítani. Azt kérték a lányai, hogy várjuk meg, amíg a fák zöldelnek, mert nagyon szép képeket lehet készíteni ott a kertbe, és ha az megvan, akkor azt is be fogják terjeszteni. Aztán vehetjük például Balla Pétert, aki Kodály és Bartók után azt lehet mondani, talán a harmadik ember, aki rendkívül sok népdal gyűjtött össze Csángó vidéken Erdélybe. Tehát ezek a személyek mind megérdemlik, hogy ne csak a megyei értéktárba, hanem a megyei, vagy esetleg az országos értéktárba is bekerüljenek. A lakosságtól tehát gondolom a továbbiakban is várnak majd javaslatokat, viszont említette, hogy rengeteg papírmunka van mindezzel, ebben tudnak-e segíteni, illetve ennek az elvégzése kinek a feladata? Ha a lakosságnak van esetleg ötlete, hogy mi minden kerülhetne be az értéktárba, akkor hova és milyen módon tehet javaslatot? Erre van egy forma nyomtatvány, hát igen, elég sok adminisztrációval jár ennek a kitöltése, de ez le lehet tölteni, ugye van a www.vecsés.hu honlap, és azon van értéktár, tehát egy menüpont az értéktár, vecsési értéktárral kapcsolatban, ott le lehet tölteni, de le lehet tölteni a internetről is ezeket az adatlapokat, vagy hogyha valaki bejön a művelődési házba, a Róder Imre könyvtárba, Vadászi Mária könyvtárvezető biztos, hogy fog tudni adni neki, de ha történetesen a Frühwirt-urat vagy engem keresnek fel, én is tudok adni rögtön ilyen anyagot, és segítek is nekik a kitöltésébe, mert van egy-két olyan értelmetlen dolog szerintem, amit talán nem kellene betenni, mert ugye az emberek viszonyognak a sok papírmunkától, azt inkább ennyit kell írni, inkább nem is írnak semmit. Most a vecsési tájékoztatóba is egy felhívást tettem közzé, ennek előzménye az, hogy volt a múlt héten kedden bizottsági ülésünk, és akkor ott megbeszéltük, hogy hát ez az én feladatom, hogy szóljak a televíziónak, illetve írjak a vecsési tájékoztatóba néhány sor felhívást, és én abban leírtam, hogy kikhez lehet fordulni, és hát bátran nyúljanak az emberek minden olyan dologhoz, amelyről úgy azt gondolják, hogy érdemes bevenni a helyi értéktárba. Őrizzük értékeinket címszó alatt, és én ott is írtam, nagyon szívesen segítek bárkinek. Június 25-én Vecsésen rendezik meg a 12. Váci Egyházmegyei találkozót. Az országos jelentőségű egyházi esemény fő helyszíne az Epres lesz. Bér Miklós püspök atyától nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Vecsés városa kapta meg ezt a rendezési jogot, és örömmel készülünk erre. És szeretnénk ezt az ünnepet nem csak idézőjelbe katolikus ünnepnek nyilvánítani, hanem szeretnénk, ha az egész város tudna ünnepelni, és mindenki ünnepévé válna ez a nap. Nagyon sokat dolgoztunk már az előkészítésben, folyamatban. Ezt az eseményt együtt rendezi meg a város, az önkormányzat és az két egyházközség. Ez a püspökatya szándéka. A távolabbi szándék az, hogy a Vázi Egyházmegye területéről a hívek jöjjenek össze egy napra, tudjunk örülni egymásnak, tudjunk hálát adni azért, hogy az egyház közösségében élhetünk, és egyházmegyénk főpásztorával egy és a papokkal, hívekkel együtt eltölthetünk egy napot szeretetben. Ennek a napnak is ez lesz a témája, az irgalmasság évének a meghirdetése kapcsán. Két fő esemény lesz, egy egész napos programra készülünk. A délelőtt 10 órai program Székely János püspök atyának az előadása,
legyetek hát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas, ez lesz a napunk mottója. Ezután különféle események, programok, színes programok, és délután 5 órakor pedig Bár Miklós püspök atya főszereplálásával egy ünnepi szentmise a jelenlévő papokkal együtt. Ehhez én szeretettel meghívok mindenkit, és valószínű egyre többször lesz szó a médiában is, plakátokon is fogunk jelentkezni, és örömmel vesszük, ha valakiben van jó kedv és egy kis kapcsolódni vágyás ehhez az eseményhez. Várunk mindenkit, mert nagyon sok önkéntes kézre lesz szükségünk. Az Epresbe lesz ez a szép esemény, és hát 4,5 ezer vendégre számítunk, tehát szeretnénk azt elérni, illetve úgy megszervezni ezt a napot, hogy mindenki jól érezze magát. Mi már most örömmel készülünk, hogy ennyi embert szolgálhatunk, és bekapcsolhatunk ebbe a szép egyházmegyei folyamatba, és azt szeretnénk, hogy akik eljönnek, ide fáradnak, valóban egy olyan élménnyel tudjanak gazdagodni, hogy érdemes volt eljönni. Vasárnap volt a szerelmesek napja, és szintén február 14-én zárult a házasság hete már Magyarországon is. Négyed című rovatunkban ennek apropóján felelevenítjük azt a portrét, melynek riportalanya előtt mondják ki a házasulandók a boldogító igent. Szaponos Krisztina beszélgetőtársa, Lajos Istvánné anyakönyvvezető volt. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési magazint látják. Névjegy című rovatunkban ezúttal Lajos Évát, anyakönyvvezetőt mutatjuk be. Üdvözlöm. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Tegeződni fogunk az ismerettségre való tekintettel. És az imént tájékoztattál arról, hogy mondhatni ünnepelsz, hiszen 35 évvel ezelőtt kezdted el pályafutásodat a polgármesteri hivatalnál, ráadásul napra pontosan. Napra pontosan 1978. október 1-ével kezdtem. Egyrészt mint úgy a polgármesteri hivatalnál is, mint első munkahelyemként, gyámosként kezdtem el dolgozni, akkor ezt a feladatot kaptam, mely egy akkori, igen, nívós gyámügyi főeladó mellé kerültem, és onnan aztán rám ragadtak ezek a nagyon fontos feladatok, amelyeket én tőle el tudtam sajátítani. Mindig is erre a pályára készültél, hogy a közigazgatásban helyezkedjél el, vagy voltak úgymond szakmai kilengéseid? Alapvetően én a közigazgatásban szerettem volna mindig dolgozni, hiszen iskolai végzettségemet tekintve is én ügyintézői munkakörben és állami gazgatásban végeztem. Nagyon szerettem volna akkor már elsőként pályára kerülni, de önéletrajzomat én először a repülőtérre adtam be, hiszen akkor nagyon sok Vecsésinek az volt az elképzelése, egyetlen egy nagy cég, ami helyben van, ami közel van, az a repülőtér. És beadtam a repülőtérre a jelentkezésemet, és időközben pedig kaptam egy jelzést az akkori tanácsházáról, és akkor én felvételt nyertem ide, és nem kerültem erre a repülőtérre dolgozni, hanem akkor ide fölvettek, mint előbb említettem, akkor egy nagyon kedves idős úr mellé kerültem, ő volt akkor a gyámügyi főelőadó. Bele tudtál azért szimatolni a repülőtér légterébe, hogy így fejezem ki magam? Igen, volt egy kilengésem az első gyermekem megszületése után, akkor én elkerültem a légügyi főigazgatóságra, ami szintén köztisztviselői feladatkörrel társult. Alapvetően akkor egy néhány évet töltöttem, szinte az 5 évből talán csak 2-t, mert aztán megszületett a kislányom. Töltöttem el a repülőtéren, igazából végtelenül kedves és aranyos munkatársakat ismerhettem meg, de valahogy én úgy éreztem, hogy az a világ nem az én világom. Rettenetesen hiányoztak az ügyfelek, rettenetesen hiányzott az, hogy addig, amíg gyámügyes Éviként szólítottak, és rám nyitotta az ügyfél az ajtót, hogy Évike segítsen, nekem borzasztó volt azt tudomásul venni, hogy ott elvégzem a feladatomat, de mintha senkinek nem lennék a hasznára. Akkori kedves kollégáimnak is sokszor említettem, hogy hát eltöltöm itt az időt, de hogy én mennyit segíthetnék otthon, az valami rettenetes, és szívem vágya volt mindig, hogy visszakerüljek. Néhány évet eltöltöttem, igen, a repülőtére, nagyon érdekelt a repülőtérnek a belső mozgása, a különböző repülőtéren található érdekességek, irányító torony, és így ezek körülbelül kimerítettem a kíváncsiságomat.
Akkor ennyi erővel elmehetél volna oda pusztán látogatóként is. Így van, így van, így van. Nem kellett volna megélnem ezt a néhány évet, de ennek valamiért így kellett lenni, tehát megismerhettem nagyon kedves kollégákat, és talán még sokkal nagyobb, magasabbra tudtam emelni azt az értékrendet, hogyha én ide visszakerülök, azt mondtam, hogy már innen csak nyugdíjba megyek, ha csak rajtam múlik. Pedig úgy tudom, hogy a gyámügy az egyik legnehezebb szegmense a közigazgatásnak, és hogyha lehet azt mondani, talán ott a legnagyobb a fluktuáció, hiszen azért azt lelkileg elviselni, azt a sok sorsot, amivel találkozik az ember, feldolgozni nem feltétlenül könnyű. Igen, érdekes módon, hogy biztos vagyok benne, hogy nekem nagyon-nagyon sokat segített az a kollega, aki mellé én akkor kerültem. Ő akkor már egy idősödő úr volt, nem titok ezt, hiszen sok vecsési még a Novák Mihály névre igen bőszen emlékszik, akár mint ügyfélként is. És én ő mellette tanultam tulajdonképpen a szakmát. Rendkívül nagyon jól bánt, nagyon karakteresen bánt az ügyfelekkel, pedig akkor még nem is voltak a fiatalok olyan szinten, mint amennyire most kezelhetetlen és nevelhetetlenségi szinten, de ő nagyon-nagyon jól bánt vele, és ő nagyon értékelte azt, hogy én meg ott szerettem körülötte nyüzsögni, és hogy sok esetben, amikor ő mondjuk elment a rendőrséggel, vagy a polgárőrséggel, akkor én elvégeztem a feladatot, és egyszerűen hozzászoktam. És nagyon jól esett az, hogy akkor ugye fiatal, 18-19 éves voltam, és nem kérdőjelezték meg akkor a gyerekeknek a szülői, hogy most egy fiatal hogy is tud beleszólni egy családnak az életébe. Egyszerűen csak érezték azt, hogy segíteni szeretnék, és elfogadták. És én ezért nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani a szülőkkel és a gyerekekkel is. De nyilván 18-19 évesen tapasztalattal még nem rendelkeztél, tehát nyilván akkor úgymond a mentorodra kellett, hogy hagyatkozzál, de voltak-e olyan esetek, olyan úgymond családlátogatások, amikor elbizonytalanodtál, hogy te ezt nem biztos, hogy hosszú távon bírni fogod? Érdekes módon soha. Soha. Volt rá példa, amikor féltem. Tehát kifejezetten olyan ügyfelekkel kerültünk szembe, hogy bizony félni kellett. Volt, hogy beverték egy néhányszor az ablakainkat, meg azért úgy megkerítették az embert, meg megpróbáltak megfélemlíteni, de érdekes módon ezen kívül soha nem gondoltam azt, hogy ebből vissza kéne adni. Én azt mondtam, hogy ha egy gyereket is meg tud az ember valamilyen szinten menteni, vagy egy családnak is tudunk segíteni, nem volt hiába való. Nem adtam fel könnyen soha. A megmentése egy gyermeknek egy rossz családi környezetből, az nagyon relatív is tud lenni, hogy most valóban jó döntés az, hogyha egy gyermek ki van emelve a rossz családi körülmények közül, ugyanakkor a szüleivel van. Volt-e benned olykor dilemma, hogy mi a jó megoldás? Az nagyon. Az egy rettenetes dolog volt, amikor a gyereket kellett intézetbe elvinni. Mert azért azt tudni kell, hogy azért minden fejlődési szakasznál a gyökér az, amire támaszkodni tudunk. És a gyökér az mindig a szülő, vagy a szülőnek a viselkedése a gyerekkel szembe. Tehát egy gyerek rossznak soha nem születik. A gyerek az rosszá válhat. Ennek oka lehet a környezet, oka lehet a szülő. És ez sajnos mindig az utóbbi volt az, ami inkább megerősített bennünket, hogy mindig a gyerek volt büntetve a kiemeléssel a szülőnek a hibája miatt. És bizony sokszor napokon keresztül ment a tipródás kollégákkal, saját lelkivilágomban, hogy tényleg helyesen cselekszem-e. És bizony volt rá példa, amikor határozottan szülőtől kellett a gyermeket megmenteni, és mondjuk igyekeztünk nem intézeti elhelyezésbe, hanem közvetlenül nevelőszülőhöz helyezni gyereket, és bizony csak a kollégáim, akik akkor elkísértek bennünket, azok tudnák talán most még azt bizonyítani, hogy hát én hazáig sírtam. Szóval azt a lelki fájdalmat, amikor a gyereket ott kell hagyni, és talán jobban ragaszkodik hozzád a gyerek, mint a szülőhöz. Szóval ilyenek voltak, és ez nagyon-nagyon megvisel, de az embernek talpra kell állni. Próbáltuk tartani a kapcsolatot a gyerekekkel, és mindig nagyon-nagyon jó érzést töltött el, hogy amikor eltelt esetleg egy év vagy kettő, és akkor egyszer csak bekopognak az ajtómon, és akkor a nevelőszülővel jönnek, és akkor jaj, hát jöttünk a gyámügyes Évi nénit meglátogatni, és nagyon-nagyon jó érzés volt, és akkor mindig megbizonyosodtam róla, hogy nem döntöttem rosszul.
Nyilván egy idő után mégis váltottál, és anyakönyvvezető lettél. Mi volt az átmenet, és hogyan jött ez a lépés az életedben? Hát ez egy olyan dolog, hogy az anyakönyv ez egy álom. Egészen fiatal gyerekkoromtól fogva ez engem borzasztóan varázslolt ez a munkakör. És amikor én még idejöttem az Annó tanácsházához dolgozni, akkor az anyakönyv és maga a kis pici házasságkötő terem is fönt volt az emeletem. És akkoriban még ugye úgy dolgoztunk, hogy váltó szombat volt, tehát egyik szombaton munkarend, a másik szombaton volt a szabad szombat. És amikor éppen dolgoztunk, és szombati napon délelőtt esküvő volt, akkor én a fejem mindig kidugtam, szóval, hogy csak egy kicsit láthassam. Aztán akkor ugye egy idős anyakönyvvezető volt, már akkor is számomra idősek voltak, és akkor én mindig csak annyit kértem, hogy csak a személyigazolványt hagy vehessem el, csak a névmutatóba hagy írhassam be. Aztán ott megint elkezdték ugye látni, hogy már megint buzgolkodom, és akkor már idővel azt is megengedték, hogy a jegyzőkönyvet fölvegyem, a házasság megelőző eljárás jegyzőkönyvet, és akkor én rendkívül boldog voltam. Tehát ez engem világéletemben mindig megfogott. Nekem mindig borzasztóan tetszett az, hogy lehet örülni együtt a mások örömével, és az, hogy az anyakönyvvezetőknek, legalábbis akikkel én találkoztam, mindig volt egy kiállásuk, és nekem az nagyon tetszett. Egy anyakönyvvezető feladatköre azonban nem csak a házasság kötések köré csoportosul, hanem számos más feladat is van. Részletezz, kérlek. Hát igen, az anyakönyvvezetőkről mindenkinek az esküvő jut az eszébe, vagy legkevesebben mondjuk a névadó. De azért az anyakönyvi feladatok, amikor csak néha egy-egy kollégának tettem róla említést, akkor nem is gondolta volna, hogy azért emögött a szombati kiállok és összeadom őket, és amellett azért mi rengeteg feladat van. Nagyon fontos a precizitás, hiszen azt tudni kell, hogy az anyakönyvek, az adatok évszázadokra visszamenőleg megtalálhatóak. Ennek következtében egy-egy adat, egy-egy elírás óriási káoszt képes okozni. Ugye ennek következtében ide tartoznak a névváltozások, a már meglévő eseményeknek a változásai, ide tartoznak a házasságok felbontásai, ide tartozik az a szomorú esemény, amely a halálesetnek az anyakönyvezésével folytatódik. Ide tartoznak a magyar állampolgároknak a külföldön kötött hazai anyakönyvezési eseményei. Ide tartoznak a külföldi állampolgároknak állampolgársági kérdései, ügyei, illetőleg az ő anyakönyvi eseményei. És természetesen mindenféle adatváltozás, amelyet részint mechanikusan, részint pedig más számítógépen kell végezni. Az emberek életének a főbb eseményeinek a tanúja vagy, ha úgy veszük, ugye? Tehát akkor a születésnél is valamilyen módon jelen vagy, a házasságnál is, olykor a válásnál is, az elhalálozásnál is. Van-e esetleg olyan statisztika a fejedben, nyilván hozzávetőlegesen, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt évek alatt hányan születtek nálad, hányan házasodtak nálad? Igen, a születések nagyon érdekesen alakulnak, mert ugye az 50-es, 60-as években azért még előfordultak az otthonszülések, de azért ugye már a kórházi intézményeknél történő születés az most már egyre gyakoribb lett, tehát nálunk már a születések inkább azt mondom, hogy véletlenszerűség, hogy ez előfordulhat, de természetesen éves szinten olyan 2 és 5 között, az utóbbi eltelt években pedig csak egy-egy születés fordul elő. A halálesetek és a házasság kötéseknek az arányára azt tudom mondani, hogy szinte majdnem egyforma számszakilag. Tehát sajnos még mindig ott tartunk, hogy amennyi a házasság kötés, majdnem ugyanannyi a haláleset is. De nyilván ez a két dolog nincsen összefüggésben. Semmi összefüggés, így van. Tehát végeredményben ugye a haláleset az nem olyan, mint a születés, mert a születésre rögtön szaladunk a kórházban, haláleset esetében pedig ugye azért nagyon sokan vannak még, akik itthon halnak meg. A házasságkötésnek meg ugye értelemszerűen nincsen illetékessége, tehát más településekről is nagy előszeretettel keresik fel hivatalunkat, akár a házasságkötőteremnek a szépsége miatt, akár pedig azért, mert nagyon szeretünk velük dolgozni, szeretünk örömet szerezni, és mi nem szoktuk összecsapni az esküvőket. És ha már a házi statisztikádnál járunk, hány szabad szombatod volt az elmúlt időkben? Hű, hát ez jó kérdés. Hát az utóbbi időben nem igazán tudnám elmondani. Beindul a tavasz, és véget ér a nyár, és akkor ez teljes műszakot jelent. Tehát igazából kevés kis helyettes kollégára tudok számítani, akik be tudnának jönni, dolgozni.
igazából jó lenne, ha lehetne osztani, jó lenne, ha be lehetne osztani, de hát így a protokollos kollégáimmal vagyok zsinórban szinte tavasztól egészen az ősz végéig, minden szombaton. Nyilván ennyi boldog embert látva te is sokkal mosolygósabbá válsz, mint úgymond egy átlag ember, aki esetleg egy gépsor mellett dolgozik, és csak mindenféle termékekkel áll közvetlen kapcsolatban. Voltak-e meghatározó élmények, amik a munkádból fakadtak? És úgy érzed, hogy egy kicsit téged is alakított? Mindenképpen. Ami alakította az embernek a személyiségét, az, hogy minden egyes esküvő egy felkészülés és egy kihívás, még akkor is, hogyha ez nem így látszódik. Hiszen addig, amíg az ember képes úgy kezelni egy párt, hogy neki az az első, még ha neked a 600. is, de úgy kell kezelni, mintha az elsőt tennél, akkor érzed azt, hogy szíveddel, lelkeddel ott vagy. És ezeket a kihívásokat kell megoldani. És a visszajelzések, az a mosoly, ahogy néznek rád, ahogy várják tőled a választ, hogy ugye ezt nem fogjuk elrontani, és hogy meg tudod nyugtatni, hogy itt nem fog tudni semmit elrontani, de néz rád, és várja a választ, várja a tekintetet, hogy most mit kell tennie, hogyan kell tennie, és amikor az a megelégedett mosolya kimennek, és így egy-egy mennyasszony visszafordul a kiáratnál, és azt mondja, hogy köszönöm, akkor ez nagyon-nagyon jó érzés. Igen, ezért mosolygós az ember. Extrém esetek, extrém helyzetek adódtak-e az életed folyamán és a munkád során? Nézegettem, hogy az interneten, hogy egy anyakönyvvezetőnek mik a feladatkörei és a hatáskörei, és nagyon érdekes, ugye mondjuk mi nem óceán vagy tenger mellett vagyunk, de például, hogyha egy óceánjáron születik meg egy gyermek, akkor az az anyakönyvvezető az illetékes eljárni az ügyben, amelyik parton az anya a szárazföldre lép. Nyilván most itt mi egy repülőtér mellett vagyunk, és a légi járműveken történő születéseknél is hasonló a helyzet, de ez már Vecsést ilyen módon nem érinti. Ugyanak érinthetné, vagy érintette valaha hasonló eset? Születés nem, de házasságkötés igen. Mert nem egy alkalommal volt rá példa, hogy a repülőtéren kötöttük meg a házasságot, ugye, mint tudva levő dolog, a kettes terminál felépülése óta a Vecsés felé eső szárny az Vecsés közigazgatási területéhez tartozik, és ennek következtében semmi akadálya nincs annak, amennyiben a jegyző engedélyt adott erre, hogy a házasságot megkössük a repülőtéren. Voltak nagyon kedves aranyos párok, akik ott búcsúztak el a rokonoktól, és egyenest ugye csekkoltak be a repülőre. Volt olyan pár, akinek a házasságot ott a kápolnában kötöttük meg. Volt olyan pár, akinek viszont egyetlen egy családtagja nem tudott erről az esküvőről, viszont az ő üdvözlő képeslapjaikat a házasság kötés után még itt a Ferihegyi repülőtéren adták fel. Volt-e olyan eset, és ugye nyilvánvalóan a kérdések is a házasság kötése köré csoportosulnak, hiszen valahol mégis ez az evidens a munkakörödben, de volt-e olyan eset, amikor nem bírtad ki nevetés nélkül? Hát olyan nem volt, mert az embernek muszáj kibírni, utána könnyebb a konzekvenciát levonni. Inkább olyan volt, amikor elsírtam magam, és az nagyon-nagyon nehéz volt. Egy olyan szülőköszöntő után, amikor vőlegény és apuka egymásba borul, és csak azt látod, hogy nem akarják őket elengedni, ez még mindig nem a számunkra megszokott. És én nagyon emlékszem erre a kis fiatal párra, és pont náluk volt az, hogy nem számítottunk az ilyesfajta reakcióra. És amikor olyan nehezen vált el a szülő a gyerektől, akkor bizony én is kapkodtam a levegőt, és most azon gondolkodtam, hogy most én ezt hogy is fogom mindent tovább folytatni, de hát azért nagy levegőt kellett venni, és folytatni kellett. És az, ami még nekem nagyon-nagyon nehéz volt, arra emlékszem vissza, hogy édesanyám halálának az évében, hónapjában, még mielőtt ő nem halt meg, volt egy olyan házasságkötési bejelentés, ahol nagyon komoly szülőköszöntőt kellett csinálni, és édesanyám temetését követő héten ezt meg kellett csinálni, és akkor ez egy olyan nagyon nehéz volt, és akkor én először azt gondoltam, hogy ezt nem fogom tudni, szóval ott biztos, hogy ott valami nagy baki lesz a dologban, mert azt nem tudom megcsinálni.
sikerült, mert ő gondolom, hogy velem volt és erőt adott nekem, és akkor utána egy olyan záporozó sírás tört ki bennem, és onnan kezdve meg tudom már csinálni a szülőköszöntőket. Az az érdekes, hogy aki ilyen szinten az emberek érzelmei között él, akkor az vagy érzelmileg túlteng és hiperérzékenyé válik, vagy elfásul. Hát nálad inkább az előbbit érzem. Nem szabad elfásulni. Én mindig azt mondtam a kollégáknak, ha ők azt meglátják rajtam, hogy egy esküvői beszédet csak ledarálok, akkor szóljanak, mert akkor kell nyugdíjba menni. Nem gondolom, szabad. Még nem szóltak, és én borítékolom, hogy nem is fognak. Igen, még nem szóltak, igen. Igen, nagyon fontos, mert hiszen velük együtt kell örülni, mert érzik az emberek, és nagyon sokszor azt lehetett látni, hogy jöttek a párok, ugye izgulnak, mert ez ezzel jár. De amikor elkezd az ember hozzájuk beszélni, akkor látszik, hogy megnyugszanak, és akkor néznek rád, és a szemükkel, a tekintetükkel ugye várják, hogy milyen instrukciókat kapunk, és mikor minden nagyszerűen sikerült, akkor ők is megelégedett emberek. És egy nem csak mint anyakönyvvezetőnek, hanem mint olyan embernek, aki emberekkel foglalkozik, a legfontosabb mindig az, hogy akiért dolgoztál, az meg legyen elégedve. Akkor én búcsúzóul további mosolygós munkanapokat kívánok. Nagyon köszönöm a kedvességet. Kíváncsiak vagyunk az önök véleményére is. Ki az vagy kik azok, akiket úgy éreznek, szívesen megismernének közelebbről a televízió képernyőjén keresztül, valamint ha ismernek olyan embert a környezetükben, akik különleges tehetséggel, képességgel, hobbival rendelkezik, vagy kimagasló sikereket ér el, akire már az egész város büszke lehet, írják meg javaslataikat a williams@williams.hu e-mail címre. Köszönjük! Dobrovics József a harmadik, ifjabb Dobrovics József pedig a hetedik helyen végzett tavaly a fogadhajtók világranglistáján. Idén is számos megmérettetés vár a sportolókra, ám a hagyományos vecséskupa ezúttal elmarad. Hát azt hiszem, hogy ismét egy sikeres évet tudtunk zárni. A kettes fogadhajtó világbajnokságra Fábián Sevestyénre mind a három fiú bekerült. Ott a Jóci ugye csapattag is volt. Ugye ez már köztudott, aranyérmes csapatnak lett a tagja végül. És hát egyéniben is negyedik helyen végzett. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Világbajnokságon, valamint négyes fogadhajtó Európa-bajnokságon voltunk, ott is mind a ketten csapattagok voltunk, Lázár Zoli volt a harmadik csapattag, itt csapatban a harmadik helyet értük el, egyéniben én negyedik lettem egy hajszálra a dobogótól. Azt hiszem, hogy sikeresnek mondhatjuk ezt az évet. Ezen kívül mind a ketten bekerültünk a top 10-be, én harmadik lettem a világranglistán, Jóci pedig hetedik. A fedeles versenyek már nem mindig úgy sikerültek, volt egy-egy sikeresebb versenyünk, és volt, ami gyengébb volt. Sajnos mindig közben jött valami, de vagy ló probléma, vagy egyéb ilyen, nem éppen az utolsó verseny, mind a kettőnknek az utolsó két verseny az nem éppen szerencsés volt, mert én az utolsó sejbáról ütöttem le egy labdát, ez a döntőbe kerülésem elúszott ebben, Jocinak pedig szintén egy labdája esett le, amivel elúszott a döntőbe kerülése, de ettől függetlenül nagyon elégedettek vagyunk, mert azt hiszem, hogy már eleve a tízbe bekerülni az nagy dolog, aztán, hogy ott sikerül a döntőbe kerülni, az azért egy olyan összeszokott rutin fogatra van szükség, hogy mindig tudjon az ember toppon teljesíteni. Ez most egyikünknél se volt tökéletesen meg, mert mind a ketten hajtottunk új lovakat a fedeles fogatainkba, és ezért nem mindig úgy jöttek ki a versenyek, ahogy szerettük volna. Balesetek mennyire kerültek el titeket? Hát hál' Istennek a részben úgy elkerült, hogy nagy probléma nem lett, de én például az országos bajnokságon felborultam, ezzel úszott el az aranyérmem, de ettől függetlenül komolyabb nagy baleset hál' Istennek nem történt. A lovak tekintetében történt-e változás? Voltak-e olyan paripák, amelyek abba hagyták a pályafutásukat, illetve vannak-e olyanok, akik most kezdik majd csak? Hát lesznek olyanok, akik most kezdik, és hát egyenlőre talán nyugdíjban nem vonul egy sem, csak legfeljebb egy-egy másik lovat próbálunk, és ezért cserére kerül.
Igazából a balesetekre visszatérve, azért volt balesetünk, ha nem is családon belül, de ugye a Márknak a segédhajtója, a Peti eltörte a lábát a világbajnokságon, ezért kényszerült feladni a versenyt, a Márkó, és ez egy elég kellemetlen dolog volt, de hát szerencsére már jobban van azóta. Most egyelőre eddig leginkább pihenéssel, tehát gondolom a január, illetve a felkészülésekkel, hiszen hamarosan ismét útra keltek. Milyen verseny lesz a következő? Hollandiába vagyunk meghívva egy meghívásos fedeles versenyre, ahol jövőre világkupát szeretnének rendezni, és ezt így az év utolsó külföldi fedeles versenyének végül bevállaltuk. Itt azt hiszem, hogy 10 fogunk indulni, ebbe holland, német, belga és magyar hajtók vannak. Azt hiszem, hogy most odaért a fogat, a fedeles fogatom, hogy itt már jól fog tudni teljesíteni, és így nyugodtabban tudom majd úgymond a nyarat átvészelni a fedeles lovak szempontjából, mert hát azért az embert bosszantja egy kicsit, hogy nem úgy állt össze első perctől a fogat, ahogy szerettem volna, és pont a végére állt össze, mikor már nem volt több verseny. És hogyan alakul majd idén a versenynaptár, illetve a Vecsés kupára, mikortól kezdődik meg a készülődés? Vecsés kupa az idén nem lesz, nem rendezzük meg, és a legnagyobb kihívásunk az a világbajnokság, négyes fogathajtó világbajnokságra készülünk mind a ketten, Jocsi is és én is mindenképp szeretnénk kikerülni, és csapatba lenni természetesen, és minél jobb eredményt elérni. Ha jól emlékszem, azért voltak már olyan évek, amikor mindig említetted, hogy kétséges a Vecsés kupa megrendezése, de aztán mégis megvalósult. Most ez már 100%, hogy elmarad? Az idén biztos, hogy nem lesz Vecsés kupa, ez már 100%, nem is tettük be a versenynaptárba, tehát nem rendezzük meg. Okairól lehet kérdezni? Hát többek közt a szponzorációs háttér, tehát már nem lehet azt, hogy folyamatosan mi visszük az egész, mi, hát az édesapám viszi az egész terhet a hátán, ezt már be kellett fejezni, mert mindig bíztunk abba, hogy majd lesz támogató, de hát nem igazán van erre olyan támogató, aki érdemlegesen. Természetesen sok barátunk van, meg sok segítőnk van, de sajnos az ahhoz, hogy egy ilyen színvonalú versenyt megrendezzünk, az már nem elég. Apu meg azt mondta, hogy gyengébb színvonalú versenyt meg nem szeretne rendezni. Ugyanakkor ide hozotta mindig a világ nagyjait. Most akkor ez a dátum helyett, Becsés helyett mi szerepel majd? Hova mennek majd ezek a nagy nevű fogathajtók? Hát nyilván lesz valahol nemzetközi verseny, ami nem Magyarországon lesz valószínűleg. Tudomásom szerint nem, tehát nem tölti be egy magyar verseny sem Becsésnek a helyét, hanem Becsés így kiesett, tehát ez a nagy nemzetközi verseny, ez kiesett a magyar vérkeringésből. Szlovéniában versenyeztek legutóbb a magyar és köztük a vecsési karatésok. A vecsési karate szakosztály versenyzője a 4. helyen végzett. Vecsésiek 3 fő versenyző és 2 fő bíró képviseltette magát. Összesen 15 fővel voltunk kint, és végelőtt Magyarország a 3. helyezett lett, tehát a 5 ország között 3. lettünk. A vecsési karatésok egy kicsit most gyengébb szerepeltek, mivel hát nem tudunk edzeni, mivel a edzőtermünk ugye már még nem lehet használni. Hol lesz majd ez az edzőterem? Most ugye itt vagyunk a Halmi Telepi Általános Iskola torna termében. Igen, hát amit megkaptuk, ez itt a főúton lesz, ott, ahol a táblabolt van. A táblabolt ott az egy régi iskola volt, és abba kaptunk egy termet, és azt mi meg is csináltuk, tehát már bent be van rendezve, minden tatami lent van, zsákok, bordásfal, tükör, minden megvan, csak hát nem tudunk edzeni, mivel hát a folyosót meg most csinálják, most a hónapja már nem tudunk edzeni, mivel porkosz van, hát remélem, hogy ezen a héten, de márciusban remélem már tudunk edzeni, úgyhogy hát remélem a legjobbakat. Mennyire lesz majd esetleg szétbontva az egyes korosztály, vagy akár a kezdők, haladók, középhaladók? Teljesen új csapat nagy, ezek a csapat, ez marad itten. Ha itt esetleg a szélesővesek, tehát a nagyobbak, akik versenyezni akarnak, vagy fognak, ők, nekik lesz ott edzés, tehát külön edzésük lesznek, tehát plusz edzés lesz nekik, hogyha a szülők is beleegyeznek, és ott teljesen egy új csapat fog indulni, tehát minden nap miénk a terem, tehát reggeltől estig edzhetünk, és hát a
másik helyen a Gebri Gyuri fog vezetni egy csapatot. Hát már lett is volna jelentkező, csak hát mivel közben jött ez a felújítás, így sajnos el kellett tolni márciusra, tehát márciusi kezdéssel, reméljük, hogy az menni fog már, és akkor ott egy teljesen új csapat szerveződik, és így, és most már akkor nem lesz probléma az, hogy itt a felnőttek, és akik versenyeznek, azok ott mindennapi edzést fognak, tehát mindennapi edzés lehetőség van, tehát ott már tágabb lehetőségek vannak, hogy fejlődjünk. De hát most még egyelőre, hát a tény az van, hogy nem tudunk. Na. A gyerekek tehát itt maradnak a Halmi téri általános iskolában? Így van, mert a szülők idővel kérték, hogy maradj, hogy itt is maradjon, mert hogy ők nem hordják át oda a túloldalra. Végül megértem őket, ez közelebb van, persze nem kell annyit bajlódni a gyerekekkel, és azért itt is ugyanúgy meg lesz az edzés, és ott is teljesen új edzések lesznek, de hát aki úgy van, az át is hozhatja oda, tehát aki plusz edzést akar, az annak megoldható az is. Milyen évet zártak 2015-ben? Hát 2015-ben végeredményben, azt hiszem pontosan 7 aranyérmet szereztünk, ugyanennyi ezüstöt, és talán 6 bronzérmet, tehát végeredményben a csapat ennyit összehozott, ez a gárda, de hát reméljük, hogy majd most már az a helyzet, hogy ezek, hogy fejlődnek, nőnek a gyerekek, tehát ezek most már abban a korosztályban vannak, ugyebár a 14, 15, 16 éves korosztály, hát itten edzeni kell, tehát itt most meglátták azt, hogy ugyanaz a korosztály, aki edz, hát az igencsak az legyőzi őket, hogyha ők nem edzenek, tehát itten nekünk is egyes fokozatba kell váltani, és igenis edzeni kell ahhoz, hogy mi ott legyünk a legjobbak között. De hát előzőleg, mikor kim voltunk decemberben, akkor meghoztunk egy aranyat, egy ezüstöt és egy bronzérmet, tehát mind a 3 gyerek hozott érmet. A fiatalok és a gyerekek akkor majd egy újabb edzési lehetőséget kapnak ott a főúton, de hát a mesternek is kell egy kis továbbképzés, ebben lesz a része majd idén. Igen. Majd áprilisban lesz Portugáliába, Portóba egy európai edzőtábor, egy instruktor edzőtábor, ahonnan Japánból jönnek a mesterek, az elnök, a főinstruktor jön, és ő tart szemináriumot. Ez egy 3 napos lesz. Itt edzői és bírói továbbképzés lesz. Európából mindenhonnan mennek az instruktorok, és hát ez olyan, mivel augusztusban Indonéziában lesz a világbajnokság, tehát itt egy ilyen előfelkészítő bíróiból, stb., tehát ilyen dolgokat fogunk itt tanulni, hogy a VB-re ugyebár ott legyünk a toppon. Végezetül egy sporthír a múltból. 2007. január 28-án vasárnap rendezték meg Vecsésen a sakkozók 4. találkozóját. Vecsés és környéke sakkozói felnőtt és ifjúsági kategóriában mérhették össze tudásukat. A 2007-es év vecsési felnőtt bajnoka Komjáti András lett. Az ifjúságiaknál pedig Tudja András diadalmaskodott. Multidéző című rovatunkban most visszatekintünk az akkori verseny hangulatába. Az első alkalommal 10-12 ember jelentkezett a sakkversenyre. Ma örömmel jelentettem, hogy 23-an vagyunk, és még nagyobb öröm számomra az, hogy gyerekek is jelentkeztek szép számmal, ami azt jelenti, hogy az utánpótlás ezzel lényegében megvan oldva. A versenyzők jöttek Monorról, Üllőről, Gyömrőről és főleg Gyáról, mert ugye a gyári sakk találkozó az nagyon híres, és most már reméljük, hogy ezzel egy időben a Vecsési is híressé válik, és ez a két település, ez a két város összedolgozik nem csak a sakk, hanem más kulturális tevékenységben is, de úgy látom, hogy a mai nap azt is jelenti, hogy a sakk verseny egyben ennek a két városnak egy kiemelkedő momentuma lesz a továbbiakban és a jövőben is. Milyen díjakat kapnak a versenyzők? Most már évek óta egy trófeát kapnak, tehát az első helyezett, és akik ezen a sakkversenyen részt vesznek, mindenki egy emléklapot kap, és ezt lényegében a falra otthon bekeretezve feltelti, ezzel bizonyítja, hogy részt vett ezen a sakkversenyen, és amíg helyezést ért el vele, akkor a későbbiekben akár családtagék, vagy mások számára is nyújthat egy olyan dolgot, hogy ő ezt megnyerte, vagy egyáltalán egy helyezést ért el.
Hogyan zajlik egy sakkverseny? Itt látunk bábukat, órákat, egy pár gondolattal mutassuk be, hogy hogyan működik egy ilyen verseny. Hát két játékos játsza, tulajdonképpen világos és sötét figurákkal. Gyakorlatilag most egy snellpartit játszottunk, ez iszonyú kapkodásos, tehát ez kétszer öt perces snellpartik, ezek sajnos nagyon, nagyon rövidek, itt igazából nem is a sakkról szól. Tehát itt egy kicsit kapkod az ember. Az igazi sakkot az hosszabb időre játszák, tehát egy borzasztó jó játék, és javaslom mindenkinek ezt a játékot gyakorlatilag. Egy stratégiai harc tulajdonképpen. Mióta sakkozol? Hát én is csak egy éve kezdtem sportszerűen. Hát remélem, hogy elég sok idején még fogom tudni ülni. Vannak barátai, akikkel szoktál sakkozni? Igen, vannak. Szintén nagyon jó sakkoznak ők is. Hát remélem utoljelen, mert vannak egy pár, akik jobbak nem. Köszönöm figyelmüket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának február 19-i adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Ennek a műsornak az ismétlését megnézhetik vasárnap és kedden 18 órától, valamint szerdán este 9-től. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!